sütni jöttél, vagy főzni? Mm. Én tulajdonképpen enni. És mit szeretnél enni? Aj, valami nagyon finom szendvicsre vágyom. Szendvicsre? Mm-hmm. Jó, akkor tudom is, hogy mit fogok neked csinálni. Mit? Csinálunk egy nagyon finom tojáskrémet, és azt rá fogjuk kenni a szendvicsünkre. És mit kell hozzá még a tojáson kívül? A tojáson kívül mindjárt hozom, ami kell, de ami nagyon fontos, hogy ez főtt tojás. Tehát a tojásokat először keményre kell főzni, és meg kell pucolni. Kell hozzá egy kis mustár, meg egy kis majonéz. Hoztam egy kis lidlinget, vajat, sógors, és már csak egy vágódeszka kell, meg egy tál, amiből összekeverem. Jó. Azzal kezdjük, hogy ketté vágjuk a tojásokat. Ide beletesszük a tojás sárgáját. Jó, és akkor a tojás fehérjét pedig összevágjuk apróra. Igazából minél apróbb a tojás fehérje, annál jobb, annál simább lesz a krém, és annál könnyebben tudjuk rákenni a kenyerünkre. Így ezt is apróra. És aztán már csak összekeverjük? Igen. És akkor először a snidlinget, a vajat, ad neki egy plusz finom ízt. Attól még egy kicsit fűszeresebb lesz. Beletettük a majonézt is. Ezt most villával összekeverjük. Jó alaposan, szép simára. Most pedig beletesszük a tojásfehérjét. Így készen vagyunk. Fogjuk és jó vastagon szépen megkenjük a kenyeret. Hozok egy tányért, amire rátesszük őket. Jó? Pici. Így, és akkor folytatom. Mert még itt a végén olyan éhes leszel, hogy csak na. De ez nem is egy tányér. Dehogy nem. Ez egy teljesen hétköznapi normális tányér. És mi az a farcagot? Az semmi. Majdnem minden tányéron van ilyen madzag. Elég furákat mondasz, Morsi. De mindegy, kész van már? Na kész. Jó étvágyat. Köszönöm. Az egyik a tiéd lehet. Hm? Edd meg mind a kettőt, nyugodtan. Tényleg? De kedves vagy. Köszönöm, Morsi. Jó étvágyat. Hé. Hey.